Az újvidéki magyarság a Vajdaság déli bástyája. Újvidéken a Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ kovácsolja össze a helyi magyarságot. A tavaly felújított épület több hagyományőrző csoportnak is otthont ad, de itt találkoznak minden héten a csipkeverő és kézi hímző szakcsoport tagjai is. A 9 szorgoskezű asszony még 2020-ban döntött úgy, hogy a magyar hímzőkultúra értékeinek megőrzésére és a közösség támogatására létrehozza a csoportot. Palóc, székely, mezőségi, torockói és vajdasági fehér hímzések dicsérik az elmúlt 4 év szorgalmát. Szeretem a népi hímzést, szeretem a hagyományokat, a magyar hagyományokat szeretem. Hát valószínű, mert magyar vagyok. Zuberec Vera népi iparművész önzetlenül és nagy türelemmel vezette be az asszonyokat a különböző öltéstechnikák világába, hogy végül varázslatos geometrikus formájú mintákat alkossanak. A tűforgatók, a tanácsokat megfogadva, lépésről lépésre haladtak előre. Sokat jelent számukra, hogy van kitől és van hol tanulniuk. A legnagyobb kihívást valamennyiük számára az úri hímzés technikájának elsajátítása jelentette. Az úri hímzés volt a vágyam már régóta. Láttam, nagyon tetszett, de nem tudtam senkitől se, aki meg tudná ezt nekem mutatni, magyarázni. Az asszonyok számára kiemelten fontos, hogy a magyar népi hímzőkultúra az utókor számára se legyen ismeretlen. Éppen ezért a gyerekeket és a fiatalokat is szívesen látják a foglalkozásaikon. A néptáncos lányok csodálattal figyelik a varázslatot, amit az asszonyok a vászonra szőnek. Ez nehéz csinálni? Nem, aranyom, nem nehéz, mert van megfelelő tű. A hímző asszonyok bíznak benne, hogy a felnövekvő nemzedékek között is akadnak majd olyanok, akik megőrzik az elődeink által megteremtett értékeket, s így az újvidéki magyarság életéből sem tűnnek el a hagyományok. Ez a cél vezérelte őket akkor is, amikor nekiláttak egy terjedelmes közös munkának. Úri hímzéssel díszített oltárterítők és áldozási kellékek varrásába fogtak. Ezek a darabok is kizárólag a jellegzetes népi textil hagyomány feldolgozásával készülnek. Nagyon fontos, ha magyarok akarunk maradni, akkor ne varjunk akármit, hanem próbálkozunk, mert olyan szép a magyar hímzőkultúra, nem is tudjuk, hogy mivel, milyen gazdag, minden tájegységnek megvan a sajátossága, és mindegyik nem muszáj, hogy nagyon ügyes legyen a hímzésben, de megbírja tanulni a legegyszerűbbet is, meg a legösszetettebbet is, csak ha akarja. És ez kell, hogy előttünk legyen, hogy megvigyázzuk a magyarságunkat. A szakrális és a szertartásokhoz kapcsolódó textíliák már elkészült darabjait a 19. Kárpát-medencei Népi Textilfesztiválon is bemutatták. A Békéscsabai rendezvényen kiemelt első díjjal jutalmazták a szorgoskezű asszonyok munkáját. Én ott voltam, és öröm volt hallgatni azt a minősítést, amit végigmondtak, tehát azokat a dicséreteket, azokat a felemelő dicséreteket, hogy értékelték az asszonyok munkáját. Több hónapnyi hosszú munka vár még a szorgalmas asszonyokra, amíg a két nagy oltárterítő, az 5 szobor alátét, valamint az áldozási kellékekhez használt népi textíliák elkészülnek, és elnyerik méltó helyüket az újvidéki Szent Erzsébet plébánia templomban. Azok a kedves hívek, akik elszánják magukat, hogy ilyet készíteni fognak a templom részére, azoknak az imádsága, az Isten iránti tisztelete, szeretete is benne van. És ez teszi olyan hitelessé ezt a munkadarabot, amit majd a templom díszítésére felhasználnak, és amire majd felfigyelnek azok a hívek, akik belépnek a templomba. Az újvidéki csipkeverő és kézi hímző csoport tagjai hisznek abban, hogy a népművészetet elsősorban nem őrizni és ápolni kell, hanem éltetni. Szerényen bár, de a maguk módján aktívan tesznek azért, hogy elődeink alkotó munkája megmaradjon a következő nemzedékek számára.